A hagyományokhoz híven Nyírbátorban a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Betlen Gábor Technikum Szakképzőiskola és Kollégium tornacsarnokában rendezték meg a sorozat országos döntőjét, amelyen 12 együttes lépett pályára. A közel 120 nevező csapatban a korábbi évekkel ellentétben már igazolt játékosok is szerepelhettek. A szakképzési centrumok rendszerében közel 360 iskola van, és ennek az egyharmada az nevezett a mi rendezvényünkre, és közel 120 iskola képviseletében van most az a 10%, az a 12, aki az országos döntőt vívja. Tehát csupa jó érzés van az emberben, mert már hetedik alkalommal láthatjuk vendégül az ország minden tájáról érkező csapatokat. Ugyanaz a hangulat és ugyanaz a baráti együttlét az 7 éve már megtapasztalható, sőt azt kell mondjam, hogy erősödik is. És hát van egy unikum ebben a történetben, mert a győri bercsényisek, a bercsényi ördögök azok eddig minden évben ki tudták arcolni a döntőbe jutást, és ők az a csapat, akire tudunk mutogatni, hogy megéri készülni, megéri az energiabefektetést, mert egy szerintem jó hangulatú két nap várja őket itt a egzotikus Távol-Keleten. A szombathelyi csapat negyedik alkalommal jutott be a Nyírbátori országos döntőbe, és a legjobb négy közé jutást tűzte ki célként. A csapatot úgy tartom, hogy egy fekete ló, amilyenk. Mint sportember azt tudom mondani, hogy igyekszünk törekedni a lehető legjobbra. Én azt szeretném, az már egy jó eredmény lenne, hogyha mondjuk a legjobb négybe bekerülnénk, de természetesen, hogyha olyan eredmény jön neki, hogy 5.-6. hely, akkor se fogunk a tőrünkbe dőlni. Természetesen minden évben gyakorlunk, a csapatból majdnem minden srác igazolt, illetve az iskolába is tulajdonképpen délutánonként szoktunk gyakorolni futszárra, illetve a csapatból több diák van, aki az iskola bajnokságban is benne van, tehát ott is rúgja a labdát. A győri bercsényi ördögök ismerős környezetbe érkeztek, mivel ott voltak valamennyi korábbi országos döntőben. A megyei döntőn jól szerepeltünk, szoktunk felkészítő tanár úrra gyakorolni edzésen. Vannak különböző variációink, amit már sok ideje begyakoroltunk, és úgy gondolom már jól elsajátítottuk, úgyhogy így készülünk. Általában heti egy mozgással, ahogy össze tud jönni a társaság. Az aranyérmet végül a kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképzőiskola csapata szerezte meg. A második helyen a budapesti Pogány Frigyes Technikum együttese végzett, a harmadik helyen pedig a veszprémi Táncsics Mihály Technikum együttese zárta a tornát.